Sziasztok, köszöntelek benneteket! Egy markáns hidegfront értől a Kárpát-medencét, ennek hatására szerdán hűvösebbre, szelesebbre fordul majd időjárásunk, további csapadékra is van még kilátás. Ha megnézitek az előrejelzett nedvességi térképet, akkor jól láthatjátok, hogy éjszaka, illetve szerdán a nap első felében még sok lesz felettünk a felhő, majd egyre szárazabb léghullámok érkeznek ide a Kárpát-medence fölé, illetve pénteken egy meleg front is megközelít majd bennünket. Az előttünk álló éjszaka alapvetően sok lesz felettünk a felhő, nyugatról kelet felé tartó záporos, zivataros gócokra kell majd számítani, illetve itt a déli ország részben is lehet majd újraképződés az éjszaka második felében. A reggeli órákban északnyugat felől ismételt felhősödés kezdődik, de ezeken a tájakon ekkor már esőre kell készülni. A minimum hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Szerdán a nap első felében a nyugat felől érkező összefüggőbb csapadéktömb egyre inkább kelet felé fog majd elmozdulni. Ennek előterében azonban továbbra is képződhetnek záporok, zivatarok, ezek jellemzően itt a keleti ország részben alakulhatnak majd ki, de ezeknek a számossága is fokozatosan csökken majd a délutáni órákra. A csúcshőmérséklet általában 19 és 27 fok között várható, a tartósan csapadékos, felhős részeken lesz majd egyébként a leghűvösebb. Hogyha megnézitek a 24 órás hőmérséklet változást, akkor jól látható, hogy most itt kedden délután az ország délkeleti részén van a legmelegebb, ide nagyjából egy 12-14 fokos hőmérséklet csökkenés fog majd megérkezni a holnapi nap folyamán, tehát az ország nagy részén jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet. A hőmérséklet csökkenés mellett nagy területen meg fog majd élénkülni, illetve erősödni is az északnyugati szél, kiemelten az észak-dunántúli régióban viharos erejű széllökések is kialakulhatnak majd. Hogyha egy kicsit távolabb tekintünk, akkor jól láthatjátok, hogy csütörtökön még viszonylag hűvös időre számíthatunk, a sok évi átlagnál alacsonyabban alakulnak majd a csúcsértékek, ezt követően viszont melegedés kezdődik. Pénteken, illetve szombaton a maximum hőmérséklet nagyjából 28 és 31 fok között alakul majd, tehát mérsékelten meleg időre van kilátás, és a csapadék kialakulási esélye is kicsi. Vasárnap, illetve a jövő hét elején már ismét változékonyabbra fordul időjárásunk, ekkor már elszórt jelleggel alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, tehát a felfrissülés nagyjából 2-3 napig fog tartani, így érdemes lesz átszellőztetni a lakást mindenütt. Én ezekkel a hírekkel köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!